Megbeszéljük. A telefonnál Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Na most mit szól a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, meg a Takarék Szövetkezetek védelmezője, hogy látom a mai Népszabadságban, ön is gondolom látta, hogy lényegében elvégeztetett a Takarék Szövetkezetek sorsa, és még a Gazdasági Versenyhivatal se szólhat bele az egészbe, mindenkinek pofa be, azért lesz a Takarék Szövetkezeti hálózat, aki jelentkezett érte, egy jelentkező volt, igaz, hogy titkoltuk, hogy ki volt az, de most már ebből a rendeletből, ami a GVH-t, a versenyhivatalt eliminálta a vizsgáló szervezetek közül, az is kiderült, hogy ki ez a, vagy mi ez a szervezet. Szóval mit szólnak? Most hangos vagy csendes belenyugvás követ? Melyikkel kezdjem? Akkor rögtön belenyugvásról szó nincsen. Tehát melyikkel kezdem? Kezdem a GVH ügyel. Hát én azt gondolom, hogy miután a felvezetésében is, hogy azért elmondta, hogy egy elég szövevényes ügyről van szó, hát még az államosításra is visszautolok, ami tavaly történt, és most ugye a privatizációs pályázatról beszélünk. A vicc az, bocsánat, hogy annak idején, amikor történt ez a rapid, szinte statáriális államosítás mindenféle előzmény nélkül, akkor is sokan, lehet, hogy ön is megpendítették, hogy de hát az egész valószínűleg pillanatok alatt államosításból magánosításba fordul, csak annak fogják eladni, akiket annak adják el, akit ők szeretnének kiválasztani. Hát ez történt végül is, akkor jól éreztük egy fél évvel ezelőtt. Tehát a GVH-val kapcsolatban azt gondolom, hogy miután egy szövevényes ügyről van szó, lehet látni, hogy itt olyan furcsaságok vannak, amit majd a későbbiekben te szeretnék elmondani, hogy arra hivatkozni, hogy itt nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás miatt ezt nem lehet vizsgálni, ez elfogadhatatlan. Ugyanis akkor, hogyha ezt megkérdezni, és józan paraszti észre meg kell, hogy kérdezzünk, hogy a mi esetünkben milyen megfontolásból és milyen ismérvek alapján minősítette a kormány ezt a homályos privatizációt nemzetstratégiai jelentőségűnek. Ugye közérdeket is említ a jogszabály, de miféle közérdek merül fel akkor, amikor egy jól körülhatárolható magánbefektetői kör megjutalmaznak. Tehát ez a GVH kizárása, mellőzése biztos, hogy nem nemzetstratégiai érdek miatt van, hanem egy gyanús magánosítási folyamatot akarnak titokban. Na de közben még az is felvetődik az emberben, na és ha valóban nemzetstratégiai kérdés, mert ugye mégiscsak létrejön egy olyan új bank, amelyik legalábbis a mérleg főszege, tehát a formális forgalma alapján a második legnagyobb lesz a magyar bankpiacon. Ilyen értelemben akár nemzetstratégiainak is minősíthető ez az egész lépéssorozat. Na de ha a nemzetstratégiát, vagy az abból a szempontból fontosnak tartott kérdéseket nem vizsgálhatja a Gazdasági Versenyhivatal, akkor mi a fenét vizsgál? Az, hogy a buszjegyek mérete milyen? Hát logikus, amit mond, bár én szerintem ez nem nemzetstratégiai kérdés. Hát nem, persze, csak fontos. Vizsgálhatja úgy is, figyelembe véve, most kicsit cinikusan mondom a nemzetstratégiát, hát nem nyilvánosan. De az egy ilyen nagy tekintélyű állami hivatalnak szerintem is kutya kötelessége lenne, hogy ezt a nagyon-nagyon gyanús bizniszt vizsgálja. Ez a dolog GVH része, ezzel igazából valóban azt üzenték, amit ön mondott, nem túl kedvesen, hogy fogjuk be a szánkat, ezt ők elrendezik nélkülünk. A másik nagyon érdekes dolog, de ez csak formai kérdés, hát hogy én még nagyon így nem láttam pályázati eredmény kihirdetést, hogy egy kormányrendeletbe teszik közé. Gondoltam, hogy a bíráló bizottság arccal elmondja, hogy milyen minősítés alapján miért nyerte meg a Magyar Takarék ZRT. Hát persze, úgy, mint a trafikok kiosztásánál. Arccal elmondják, hogy ki miért nyert, nem? Igen, hát ja, jó, ja, nem. Rosszul emlékszem. És a harmadik dolog ugye maga a tény, hogy azt megbeszéltük már korábban önnel is, meg más rádió és tévéműsorokban, hogy itt az volt a kormányhatározat célja, a december 17-i kormányhatározatban azt fogalmazták meg, hogy a szektort kell kedvezményezni. Na most pontosan megtudtuk, most már ilyen nyíltan, hogy itt a kedvezményezettek köre a Magyar Takarékban, hisz ő a nyertes,
ugye a legnagyobb részben a fejlesztési bank, nem fejlesztési bank, az FHB csoporthoz tartozó két intézmény, egy szövetkezeti alapú bank, 17 természetes személy és 13 takarékszövetkezet. Mondja már el nekem valaki, hogyha itt közérdekről van szó, ha az a közérdek, hogy 100 000-nyi kis tulajdonos érdekeit megvédjük, akkor, és ennek a rendszernek a működtetése a cél, eredményes működtetése, akkor az hogy lehet, hogy néhány szövetkezeti vezető, én bevásárlóként is részt vesz a bankprivatizációban. Tehát itt nagyon kilóg a lóláb, hogy itt megfogtak egy üzleti csoportot, ebbe van takarékszövetkezet, szövetkezeti bank, benne van ugye az FHB, és ami nagyon érdekes, és ezt senki nem vetette még föl, és ha megengedni, ezt megpróbálom nagyon egyszerűen elmondani. Az eladói oldalon megjelenik a takarékbank. Ugye hát végül is az ő többségi részvényei kerülnek a eladásra. Ennek az új csoportnak a tulajdonában. A takarékbank elnöke Vojnics Tamás kormánybiztos, aki lemenedzselte ezt az egész történetet. És milyen érdekes, hogy ebben a vételi oldalon a Magyar Takarék ZRT, aminek az előbbi tulajdonosi körét elmondtam, 0,1%-kal megjelenik egy KFT, aminek szintén Vojnics Tamás az ügyvezető igazgatója. Tehát megjelenik az eladói oldalon is, meg a vételi oldalon is valaki, akinek meghatározó szava van. Hát akkor egy olyan benfentes információk alapján születhetett ez a döntés, amit nyilvánvaló, hogy a jóhiszeműen pályázni akaró takarékszövetkezetek és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség nem tudhatott. Tehát nem ügyetlenek voltak, nem ugye megvádolták őket azzal, hogy nem olvasták el figyelmesen a pályázati kiírást, a fenét. Hát azokat az információkat, azokat a cégalapításokat, ezeket a tőkeemeléseket, a 17 természetes személy, a 13 takarékszövetkezet, ez a Vojnicsféle vezetett cég, hát egy pillanatokon belül gyorsított eljárással tőkét emeltek, pillanatokon belül néhány nappal a pályázat lejárati napja előtt beadták a pályázatot, meg se várták a március közepét, mert ugye akkor lett volna hivatalosan eredményhirdetés, hanem gyorsan egy kormányrendbe közölték, hogy ki a győztes. Na most nyilvánvaló, hogy a gazdasági versenyhivatalt ki lehet ebből a dologból zárni, lehet mellőzni, lehet lenullázni, de azért nem csak a gazdasági versenyhivatal fog dönteni, vagy vizsgálódni. Ha nem. Hát azért én azt gondolom, hogy az Európai Unióban van egy olyan intézmény, hogy versenyjogi biztos. Én azt gondolom, hogy az Európai Intézményrendszernek egy kiemelkedő intézménye az Európai Központi Bank. Ezt a szövevényes, hogy mondjam, és akkor nagyon-nagyon visszafogtam magam, gyanús privatizációs eljárást vizsgáltatni kell. De hát nem csak szövevényes, hanem egyszerre szövevényes, és nagyon könnyen átlátható. Ugye egy nagy pénzügyi, vagy egy hitelintézeti csoportot hoztak létre úgy, hogy állami pénzt belenyomtak, és aztán odaadták egy kiszemelt magántulajdonosi csoportot. Bocsánat, a legvényegesebbet, ne haragudjon, meg kell ismertenem, és közben kisebb 130 000 magántulajdonos, és 125 szövetkezetet. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt magántulajdon sérelmére történt a dolog, és hát még egyszer azt kell mondanom, hogy hát itt ilyen jutalmazás történt. Hát itt nem beszélhetünk másról, itt közérdekről szó sem lehet. Ezért hamis ez a nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás. De még ha nemzetstratégiai volna is, akkor is beleütközne az európai szabályokba. Akkor is beleütközne. De ezt én cinizmusnak tartom. Ezt én cinizmusnak tartom, mint hogy azt is cinizmusnak tartottam, hogy a kormányhatározatban a december 17-ében azt mondják, hogy a szektort nevesítik, hogy a szektort kell előnybe részesíteni ebbe a pályázat elbírását, ehelyett magánszemélyeket és egy külső bankot kedvezményeznek, és azt mondják, hogy 13 takarékszövetkezet a szektor. Holott pontosan tudjuk, hogy a szektornak a tagjai az kb. 123 vagy 125. És ez a maradék 100-valahány miért nem tiltakozik dübörögve? Hát akkor máshogy teszem fel a kérdést. Ennek a 13 takarékszövetkezetnek a vezetője, ha pontosan tudták, hogy kell pályázni, miért nem vonták be a másik százat? Ezek közül, az emberek közül nagyon sokan az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség tisztségviselői voltak. Most már nem mondtak egyébként az elmúlt napokban. Hát tisztségviselőként az lett volna a felelősségük, hogy a többi
vidéki takarékszövetkezet, tehát akik egyébként esetleg nem rendelkeznek olyan információval, szóltak volna, hogy gyerekek, ez a megoldás, gründoljunk egy céget, lépjünk be mindannyian ebbe a cégbe, és ugyanígy megpályázunk, mint a magyar takarék. Ezt az információt nem osztották meg a közösséggel, hanem kijátszották. Bizonyára megkapják ennek az ellenértékét, de hát én ezt nem tudom, hogy micsoda. Ki fog az Európai Központi Bankhoz, vagy az Európai Unió versenyjogi biztosához fordulni? Hát miután nagyon magunkra maradtunk, azt lehet érzékelni, ugye mert, hogy mondjam, gyakorlatilag konfliktusba állunk a magyar állammal, pereskedünk, az Alkotmánybíróság még nem szólt, most látjuk, hogy a GVH-t is kizárták a támogatóink, vagy lehetséges partnereinkről. Én azt gondolom, hogy itt a két érdekképviseletnek van nagyon-nagyon nehéz feladata, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségnek, és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének. Ha nem lesz partner, én nem vagyok jogvégzett ember, ennek a pontos jogi menetét nem ismerem, de a két érdekképviseleti szervezet az érintettség okán és jogán biztos, hogy kezdeményezheti. És kezdeményezi is, mert lehet, hogy a kormány, főleg egy választási győzelem után olyan magabiztosnak érzi magát, hogy esetleg itt vagy ott, meg amott nyomást gyakorol azokra, akik még valamiféle tiltakozó szót mernek emelni, vagy főleg elmennének Brüsszelbe, és akkor a nyomásgyakorlás vége az lesz, hogy mindenki adja a fenébe az egészet. Debján Sándor és én ugye személy szerint nem vagyunk érdekeltek a takarékszövetkezetek ügyében, már olyan értelemben, hogy semmi egy betétszámlánk sincsen takarékszövetkezetnél, se részjegyünk, se folyószámlánk, se tisztségviselésünk szövetkezetnél nincs. Amíg a közösségnek a döntő többsége, akár a VOSZ-ban, akár az OTS-ben mögöttünk áll, akkor mi nyilvánvaló, hogy ezt a küldetésünket teljesíteni fogjuk, és a takarékszövetkezeti érdekeket fogjuk védeni, nem magánbefektetőket. Na de ha ez a többség elfogy... Amíg leválasztják rólunk, látjuk, hogy azért néhányat sikerült leválasztani, bár én nem tartom arányaiban olyan tragikusnak, hogy egy 100 fölötti közösségből 10-12-t leválasztottak, de ha a döntő többsége ennek a közösségnek mögöttünk van, akkor ezt a küldetést nekünk teljesítenünk kell, illetve ezt a küzdelmet nem adhatjuk fel. Abban a pillanatban, hogyha azt érezzük, hogy a bizalom megrodjant, és már, hogy mondjam, amit ön vélelmezett, hogy hát szalámi politikával megpróbálják őket leválasztani, mondjuk akár úgy, hogy beveszik őket ebbe a buliba, akár magánszemélyként, akár takarékszövetkezetként. Morzsák mindenhol lehetnek. Mindig vannak, és mindig van, tudja, minden eladó. De most mégis azt mondom, hogy a közösségnek a mostani kiállása még elég egyértelmű. Hát ugye elsősorban itt Demján úr, mint a nagy tekintélyű vállalkozó és a két szövetség elnöke, én is úgy érzem, mert ugye én gyakorlatilag én vagyok a kommunikációért felelős, kijelölt és megbízott ember, bár ezt sokan vitatják, sokan csak azt mondják, hogy ilyen kiszervezett szóvívő vagyok, nekem megbízásom van az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség közgyűlésétől és a VOSZ elnökségétől, hogy ezt az álláspontot képviselem. Tehát nem magam véleményét képviselem, bár nem áll távol a szövetségi véleménytől, sőt, megegyezik. De elképzelhető, amit ön mond, az egy nyilvánvalóan új helyzet, ugye a tavasszal mind a két szövetségnél, a VOSZ-nál is, és az OTS-nél is közgyűlések vannak. A közgyűlések a teljes közösség szeme előtt folyik a VOSZ-ban is, ott küldött gyűlés van, de az OTS-ben mindenki ott van. Minden egyes takarékszövetkezet, hisz 120 takarékszövetkezetet le lehet ültetni egy terembe. Nyilvánvalóan tudni fogjuk az ottani hangulatból, hozzászólásból, és az ottani döntések világosan meg fogják mondani, hogy ezt a küzdelmet folytassuk, vagy ne folytassuk. Hogyha ha azt mondják, hogy igen, akkor tudjuk a dolgunkat. Akkor is, ha megvonják tőlünk a bizalmat, vagy látjuk azt, hogy itt megkezdődött ennek a közösségnek a meggyengítése, fellazítása, akkor is tudni fogjuk személy szerint, elnök úr is, én is, hogy mit kell tennünk. Tehát még akkor is ragaszkodnának az európai felülvizsgálathoz, hogyha kisebbségben maradnának? Hát kisebbségben már nehéz, mert itt rendkívüli módon össze lesz kötve a személyekhez kötött bizalom, meg az álláspont. Aha. Hát gondolja végig, hogyha ez lesz itt a fő kérdés. Ez lesz én a VOSZ-ról, mert ott jobban otthon vagyok, mint a takarékszövetkezeti szövetségnél. Hát hogyha tőlem megvonják a bizalmat, mondjuk a vállalkozók, most esetünkben a takarékszövetkezetek érdekeinek a képviseletében, mondjuk ezzel, akár ebben az ügyben, akár hasonlóban, akkor nekem tudnom kell,
hogy itt nekem már sok keresnivalóm nincs. Akkor legfeljebb nekem panaszolhatja el, hogy mik történtek. Én nem a panasz hangján szeretnék szólni, én inkább azt mondanám, talán emlékszik rá, hogy egy korábbi újságcikkemben, és nem, ha nem tart nagyképűnek magamat idézem, hogy egy Brecht idézetet hoztam, és azt mondtam, hogy aki harcol, veszíthet, aki nem harcol, már vesztett is. Hát én azt gondolom, hogy nekünk ezért az ügyért harcolni kell. Most úgyis egyébként a szabadságharcos hangulat van, akkor mi, amikor megtámadtak minket, mert kegyetlenül megtámadták a takarékszövetkeleti szektort, miért ne harcolhatnánk? Ha viszont, ez hogy mondjam, és ugye ez a Brexit mondás tényleg nagyon jó, aki eleve feladja, az jobb, hogyha már rögtön tudja, hogy veszített. Én még azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság előtt ez a dolog szerepelni fog a közeli jövőben látni fogjuk, és ne felejtse el, hogy az Országos Takarékszövetkeleti Szövetség perben áll a magyar állammal és kapcsolt részeivel, a Fejlesztési Banktól kezdve a Magyar Postáig, jogalkotással okozott kárért. Ez a per folyik. Ennek a következő tárgyalása április 18-án lesz, tehát a választások után. Én ezt nem kötném ezt az ügyet a parlamenti választásokhoz. Egy érdekképviselet nem lehet néma sem választás előtt, sem választás után. Köszönöm szépen, Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára. Viszont hallásra. Köszönöm szépen az érdeklődését. Minden jót!